háttérbe a... Ezért látszik a... Ividő kapott a nagytatájától egy ilyen kis fürdőző medencét. Ott az egyik almafára, melyik nem terem, készítettem egy makjárát, egy ütőkét, amivel gyakorolhatunk, erősíthetjük magunkat, de mindjárt megnézzük közelebbről. És ott látható egy kis műhely. Na, tehát ez a szobám, itt az én vetetlen ágyammal, és a számítógépemmel. Ágyból szeretek dolgozni, mert még mielőtt elkezdtem volna metafizikával, asztrológiával foglalkozni, szereztem egy gerincsérvet. Elbúcsúzunk a szobától. Még nincs teljesen berendezve, de nekem ez így már tökéletes. És itt megnyílik a tér. Meg kell nézni, mekkora előterünk van. Ott ül Ividőke, és ott ül Tas. Várja a reggelit, vagy már kapott is reggelit. Már egy önellátó Tas, már ellátta magát. Úgy néz ki. Ugye? Ividőke eszik magától, Tas. Tessék. Mamáját tette meg. Az anyukája, nem mamája. Tehát ez az előterünk Fiolával, aki éppen felébredt. Nem most ébredt, persze, így van. Korán ébredt. Itt van Viola, ott van a hasába két iker, egy fiú és egy leány. Igen, szívem, hogy érzed magad az új házunkban? Jó. Igen? Igen. Itt most már van helyed, igaz? Igen. Ki tudsz bontakozni, mint konyhatündér? Nem, csak mint konyhatündér. És mind anyatigris. Tessék? Jó. Hát így néz ki, hatalmas a tér. Itt, aki építette ezt a házat, az egy fantasztikus munkát végzett. Itt... Még egy nagy mosókonyha is van. Kazánházzal, kazán, fűtőkazánnal, mindenféle kazánok vannak itt. És Ividő, gyere, vezessél tovább minket, jó? De azelőtt lefilmezzük a kis cicát, már egy macskánk is van. Ott heverészik odakint. Ott a kis cicus. Hogy hívják a cicát? Még nem szoktam meg az autókat, néha azért jár itt is egy-egy autó, de egyáltalán nem az, megjelent Medárda. Jó reggelt, Medárda! Jó reggelt! Hogy vagy? Jó. Hogy aludtál? Jó. Hogy érzed magad az új házunkban? Csodálatosan. Csodálatosan, miért? Mert ez a ház nekünk való. Ezért, mert nekünk való? De miért nekünk való? Világosság. Igen, sok fény, tehát rengeteg természetes fény kap itt az ember. Ott jön valakiné. Ő nem jön ide? Úgy látszik, a másik kijáraton jöttek ki az udvarra. Ki van ott? Etelka. Hogy vagy, Etelka? Jó. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Hogy érzed magad? Jó. Az új házban hogy érzed magad? Miért? Csak sötétben állsz, illetve világosban állsz, akkor meg hogy csináljuk azt, hogy mégiscsak jól látszódjál. Így se jó, úgy se jó. Ez a kamera, ez magát úgy állítja be. Na most így. Ja. Így látszasz, valamennyire látszasz. Miért tetszik neked ez az új ház, szívé? Azért, mert nagy szép, és mindenki elfér, és mindenki megkapta azt, ami neki tetszik, és ami kell. Igen? Nem tudom, valamelyik nap
udvaron. Igen. Olyan érzésem volt, mint hogyha 1000 éve itt laknék. Igen? Nagyon-nagyon ismerős. Ez érdekes. Udvar, nem tudom. Aha. Tudom. A ház nem annyira, de az. Az is mi van vele? Kicsit ismerős. Mintha ismerős lenne. Csak egy hete vagyunk. Egy hete vagyunk itt még. Turula, te hogy érzed? Jó reggelt. Jó reggelt. Hogy érzed magad, szívem? Jól. Tetszik az új házunk? Nagyon. A Gyomaendrőd? Az nagyon jó. Nagyon jó kis város, igaz? Igen. Uh-huh. És neked miért tetszik ez az új ház? Hát mert végre elférünk benne. Végre nem nyomorgunk, ugye? Igen. Abba a négy szobás közé, kétszer-kétszobás lakásunkban, amiért elvette a román állam a... mit vette? A családi pótló. Azért, hogy mekkora luxusban élünk. Igen. Elvették, képesek voltak a gyermekekért járó családi pótlékot elvenni. Mondván, hogy nagy luxusban élünk. 82 darab kétszobás lakásban. Jó. És mit szoktatok itt csinálni? Hm? Játszunk, mintázunk, kergetőzünk. Igen. Olvasunk, tanulunk, főzünk, mutogatunk. És napoztok? Beszélgetünk, napozunk. Ne, macska, ne. Inni akarva, mit csinál? Nem ilyen ügyes. Hozta. Meg mit csinálod? Iszik? Ezt a de ügyes helye. Hát remélem akkor ma egeret is fog fogni. Hát tegnap este kergette a bogarakat. Meg a békákat szokta kergetni az udvaron. Igen? Hát mondjuk a békákat nem kellene megölnie. Ott van egy zuhanyozó is egyébként. Csak nem akartam kijönni az udvarra, aztán hoppá, ráléptem egy lépcsőjére, ez itt láb vagyok ugyanis. Évidő, neked tetszik-e ez a lakás? Jobb-e, mint az otthoni a Csíkszeredai? Sokkal? Miért? Hangosan lesz. Miért, szíve? Hangosan? Hír. Fürödni nem lehet? De. Fürödni is lehet, igaz? Igen, igen. 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 Ott is jártál már? Igen. Uh-huh. Na, ilyen a konyhánk, az egyik konyhánk. Én ezt úgy hívom, hogy vegetáriánus hulladékszerző gyűjtés. Itt bio hulladék van. A macska előre jött. Itt lehet látni, ki lehet látni az egész udvarra, csak eltakartuk, hogy ne melegítsen a nap. Igen, nagy meleget okoz, hogyha minden. Itt van a fürdőszobánk sem kicsi. Fürdőszobánk sem kicsi, jó nagy. És itt látom én saját magamat. Úgy. És akkor jön a meglepetés. Mert nem csak ez a két szoba van, ugye? Ez itt még két szoba egyelőre, igaz? Ez a Violáé. Egyelőre így néz ki. Ez a Viola szobája. És majd az ikreké. De nézzük meg, hogy hol fér el a többi családtag. Madár anyáskodik. Megcsipték a szúnyogok? Igen. Viola konyha tündérkedik. Jó. És nézzük meg ezt a szobát is. Hát ez nem szoba, de nyugodtan lehetne szoba is. Hát, csak akkor mindenki keresztül másra rajta. Én, igen. Én az elején úgy gondoltam, hogy itt fogok majd aludni, mert úgy gondoltam, hogy ez a leg
sötétebb, legcsendesebb, leghűvösebb. Még nincsen neki annyi, nincs annyi edény, mint amennyi szokott egy nagy háztartásban lenni, de majd idővel az is lesz. Na, még egyszer dugd ide a fejedet. Etelka megviccelt bennünket túlfelülről. Bemutatja magát. Itt megint van egy fürdőszoba, ugye? Még egy fürdőszoba. Ne kell egymásra várjunk, ugye? És még egy vécé, és még egy kijárat, illetve bejárat. Ott van egy, még egy mosógépünk, és ott meg egy vécé, azt már nem kell bemutassam. De azaz. Igen. Ott egy vécékagyló, tessék. Még a képet is. Melyik képet, szíve? Igen, jaj, hát egy csíkszeredai emlék, illetve ajándék a Word csapattársainktól. Hát csináljon valaki egy kicsit világosságot itt. A csapattársainktól. Miért ez jó, szívem, hagyjad? Mert túl erős fény lesz. Na, de jó. Tehát itt vagyunk mi, a régi csapattársainkkal együtt. Kicsit én homályosan látom, de jó. Ezt a csapattársaink közös versenyeken, karateedzéseken készített, táborokban készített fényképek. Van egy képzőművész úr csapattársunk, ugye? Akinek az anyukája tanította a lányaimat is. Csillag István, ő készítette, azt hiszem, tehát ő tervezte. Itt a hajdani csapattársak, talán én is ott vagyok valamelyik képen, ott középen Murakami edző, ő Kanazavának a jobb keze. Itt megint itt vagyunk, nagyon régen még, nagyon fiatalon. Régen, így mutatja Turila, hogy túl nagy fordítsa balra. Itt megint az egész csapat. Valamikor ilyen sokan voltunk. Igen. Hát néha, mikor jó idő van, akkor, vagy hogy mondjam, illetve kint esik az eső, akkor még szoktunk ennyien lenni. Teremben ez kirúi tábor itt. Na, én mit mutatok? Ez a kirúi tábor. És ez a borzonti, ez a legutóbbi tábor. Ez a búcsú táborunk volt tulajdonképpen. Igen. Mondjad, mit akartál mondani? Nem akartam mondani, csak mondtam, hogy búcsú tábor. Tas követ minket. Tas, gyere ide! Tas, gyere ide! Nem jössz ide? Ott ide a tücsüt. Nem akar. Jó, és akkor itt van még tehát egy kis előtér, ami nagyobb, mint egy csíkszeredai szoba, ugye? Kis szoba. Akkor Medárda bezcsukta, nehogy benézzünk a szobájába. Megszokásból. Hát, itt van az ő kágya. Ezt még nem bontotta ki. Medárda szeret dobozolni, a dobozokba tartani mindent, és rakocsálni. Itt van megint egy doboz. Hogy mit hova tegyek, még nem alakult ki, hogy hol fogok tartani. Na, nem is olyan kicsi, nem olyan alacsony ez a lakás. Sokkal nagyobb ez a szoba, mint ahol mi voltunk Tassal. Hol voltatok Tassal? Hát mi a kicsi szoba volt. Szeredában? Nem nagyobb, csak most itt nincsenek fölösleges bútorok. Ott volt az a hatalmas asztal, ugye, és volt a varrógép. Na, miket mutatok én? Csak a fal látszik egyenlőre. Na, jó, itt van szekrény, van nagy ablakok vannak. Igen, rengeteg természetes fény kap az ember. Hakar. És itt meg van egy ilyen kis bárpultszerűség. Nem tudjuk még mire fogjuk használni. Pálinkát inni nem fogunk, az biztos. Ugye? Nem tudom, lehet, tesé. Lehet, hogy majd ezt levesszük innen, ezt a falat. Ezt le lehet venni, nézd. Igen, igen, de ez is. Az nem. Hát, jó, hogy nem. Tehát az, hogy élvezi azt, hogy nézi magát a tükörbe. Na, csak ezt most itt én nem figyeltem oda, hogy homályos lett.
De beállította magát, igen. Tas, ki van ott, szívem? Ha? Adja puszit, adja puszit. Adja puszit magát. Jó van. Na, hát így néz ki ez a szobánk. Hát, igen, küldi? Igen. Évtizedeken keresztül elbúcsúzunk egymástól. Évtizedeken keresztül álmodoztunk erről a házról, erről az otthonról, és megtörtént. Ugye, tehát akinek az imaginációja pozitív és tiszta, és karma oldott, úgymond, a karmáját nagy mértékben igyekszik feloldani, az előbb-utóbb eléri azt, amit akar az életben. Hát nekem, mivel hogy a rákban van a sárkányfarkam, és négyes házamban van négy bolygó, egy szép otthon, egy meleg otthon volt a legnagyobb álmom, de még itt nem fejeződik be a dolog, tehát még ezen felül is van két szoba. Etelka mutatja az utat. Itt lenézünk, itt alszik Réka és Ividő, ugye? Itt Réka hol van? Mert Rékát már még nem láttam. Hol van Réka? Réka bujocskázik. Bujocskázik? Igen? Kivel? Kamerával. Kamerával? Miért? De úgyis rátalálunk, igaz? Hol van Réka? Nem tudom. Lehet valahol. Tessé? Ez kinek a szobája? Na, itt egy szép kép van, fali kép van. Ez tapéta. Tapéta. Itt ezen nincs függöny, szíve? Nincs. Majd szerzünk ide. Hú, milyen szép kilátásod van. Jaj, de szép kilátásod van. Én ugyanis este jártam itt. Ez a házunk teteje, a másik ház, ahol van a nagy előtér, a mi szobáink. Igen. Ugye, ott kapja az előtér a fényt, onnan kapja. Ebből az ablakból, tetőablakból. De gyönyörű a kilátásod itt, mert ez egy hetőska. Hetőska csupa zöldet és háztetőket lát. Igen. Egy gárlapárod a fészkelt a fákra. Igen? Csak... Hallom is a hangukjukat. Na, itt van tehát Etelkának a szobája. Sí. Vigyázok, de hát kicsit perspektívát tudjunk felvenni itt. Így. És ott van Turula vagy? Turikám vár, hogy bemutassa az ő szobáját. Igaz? Ez a te szobád. Turulának a szobája. Igen. De hát itt még leszettek valami szekrényt a tulajdonosok, majd teszünk ide valamit. Tévé volt itt? Na, itt van asztal neki, szekrény, kaktusz. És egy New York-i látkép. Majd ezt valami mással pótoljuk, helyettesítjük. Te nem húzod fel az ablakot, szíve? Ablakot? Igen. Rollod, apuka, azt te mondtad, hogy nem húzzuk fel. Igen. Így van. De most, hogy itt akarunk körülnézni, felejtjük, nem? Csak finoman. Finoman, mert nagy elrancs. Tessé? És nem én tettem oda szűn. Addig is kinézünk az utcára. Nem tud meghúzni szűn? Jó, Etelka, segítsél neki, jó? Na mindegy, itt vannak a szomszédházak, de nem szabad befilmezni, úgyhogy nem is filmezünk sokan. Inkább az utcára, csak az utcára. Ugye, itt is zöld, minden zöld. Zöld, zöld, zöld. Kellemes a szemnek, és a szívnek, és a léleknek. Úgyhogy ez egy teljesen más környezet, mint amiben voltunk eddig. Nem is azért, hogy ilyen házat tudtam volna építeni, de egyáltalán normálisan élni nem lehetett ott, mert nem rendeltek a székely testvéreim, véreim nem akartak horoszkopokat rendelni, mint csak magyarországi és nyugat. Európai, Nyugat-Európába elszármazott székelyek vagy magyarok, főleg magyarországi magyarok.
és Amerikába, és Ausztráliába, és Kanadába elszármazott magyarok voltak, akik rendeltek. Mi nagyon okosak vagyunk, nagyon szuper intelligens értelmiségi réteggel rendelkezik a Székelyföld és az erdélyi magyarság, akik még nézik az asztrológiát, a metafizikát egyelőre. Jó. Menjünk tovább akkor, menjünk ki az udvarra. Úgy. Lássuk itt a meredek létre, sem lehet tudok-e menni. Nem annyira meredek azért. Be kell húzni a fejem. Be kell húzni a fejem? Igen. Olyan magas vagyok, úgy gondolod? Hát én is mindig én is. Igen? Jó. Tehát itt még van egy kis ilyen előtér, még ez nincs berendezve. Itt vannak a tasnak a kicsi ágy, és aztán az ikreknek a kicsi ágya is. Az emeletes ágy, nem tudom, hogy majd mikor, hol állítjuk fel és kinek. Egyelőre nincs szükség rájuk, de ha szükség lesz, akkor megvan. Na, innen a fürdőszobából ki lehet látni az előtérre. Csak állítsa be magát a gép. Megkért, azért van ilyen sötét, mert nincs nagy sötét, de megkértem a lányokat, hogy ne húzzák fel a rullót, mert az ott déli fekvésűek azok a szobák, mind a csíkszeredaiak, és nagyon meleg lett volna. Megvan Rékuci is. Hát szívem, te hova bújtál el? Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy vagy? Jó. Hogy érzed magad? Tetszik az új házunk? Igen. És az új otthonod? Igen. Miért? Mert... Szép és nagy? Igen. Hát igen, ezek lenni is. Azért csendes is, nem? Igen. Csíkszeredai otthonunkhoz képest. És itt van az asztalunk. És tas fotbalozik. Na jó. Vessünk egy pillantást akkor az udvarra is. Csak félek, nehogy a nappal szembe filmezzek. Hát ott még vannak valami rozsdás lomok, amit a volt tulajdonos el kell vigyen. Megígérte, és biztos, hogy el is viszi, mert nagyon rendes ember. Tehát ott van az a pár lom, az majd eltakarítódik onnan. És ott van a kút, amelyből szívjuk a vizet. Itt van benne egy hidrofor, egy gép, egy vízpompáló gép, amellyel biztosítjuk a vizet az udvarba. Tehát itt van ez az előtere a házunknak, az első része.